Első pillantásra találomra egymás mellé halmozott kacatok, valójában talált tárgyak jól átgondolt kompozíciójával elmesélt izgalmas történetei. Vörös Miklóssal fog beszélgetni Anna, aki a Faur Zsófia galériában található talált tárgyak kiállítással kapcsolatban fog nekünk mesélni. Fáradj be! Parancsolj! Miklóssal beszélgetek erről a kiállításról, amit Ádám beharangozott. A kis technikai malőrére elnézést kérünk a nézőktől, Gergő nem hallotta a mi hangunkat. Nagyon izgalmas kiállítás ez, ugye talált tárgyak, olyan különböző fotográfiákat láthatunk, amelyek első látásra tényleg úgy tűnnek, mintha véletlenszerűen kerültek volna egymás mellé, de mégsem olyan véletlen ez. Mi volt a koncepció? Igen, ezek ilyen kis mesélő csendéletek. Gyakorlatilag úgy kell elképzelni őket, hogyha az ember nézi és lecsendesedik, akkor ebben a csendben elkezdenek mesélni ezek a kis tárgyak, és mindenkinek a saját történetét mesélik el. Mint amikor gyerekkorunkban rajzolgattunk egy ilyen kis kiegészítős játékot. Rajzoltam valamit, és te kiegészítetted, de és közben ez már igazából rólad is szólt, te neked kellett kikerekteni a történetet, és itt is egyfajta keretet adnak a képek, és már neked kell a történetet magadban összerakni. Vannak azért különböző kis leírások a képeknél, amelyet egyetemisták készítettek az ő gondolataik a fotóiddal kapcsolatban. Érdemes ezt előre elolvasni, vagy pedig első benyomásra mi mit látunk bele abba a képbe, és aztán az adalékot? Érdemes először a címet és a képet megnézni, és aztán utána elolvasni a történetet. Itt igazániból minden kis történet a saját írójának a kis benyomását örökítette meg, és néha a történetek azok kicsit másképp is alakulnak, mint az ember elsőre gondolta volna a képből. Néha van benne egy kis csavar is, érdemes őket utólag elolvasni szerintem. Ezek a tárgyak kapcsolódnak egymáshoz, hogy kapcsolódtak korábban, mielőtt az installációban rendeződtek? Vagy az installációban találkoztak egymással? Igazán általában úgy volt, hogy volt egy fő tárgy, amit megtaláltam, és a köré szerveztem a többi tárgyat. 4 évig készült a sorozat, mert egy hosszú munka volt összegyűjtögetni őket. Például volt egy kis törött munkavédelmi sisak, őből indult egyik csendélet. Ez az üzemi baleset. Ez az üzemi baleset fénykép. És aztán utána úgy szelektáltam a megtalált tárgyakat, hogy ki tudják egészíteni ezt a kis történetet, egyik fiktív történetté. Picit írjuk le ezt az üzemi baleset című képet. Tehát leadott egy sisak középen, amin egy kis vérfolt található, és a környezetében különböző tárgyak, micsodák. Ilyen munkás életből adódó tárgyak, egy festékes rádió, egy kis csavaros üvegecske, egy kártya, amin nénik vannak rajta. Igazából úgy kell elképzelni, mintha egy munkaterületen történt eseményből az emberek éppen kiléptek volna, és azt látnánk, hogy ezek a tárgyak ott maradtak az emberek után. Ezek különböző sztereotípiákat írnak le? Igazából egy fiktív élethelyzeteket mutatnak be a tárgyak, és nagyjából azok a kis szituációk, amik kialakultak ezekből, azok először úgy adottak, hogy megtaláltam a tárgyat, és aztán kialakult bennem is egyfajta kis történet, és aztán fölépítettem magát a csendéletet belőle. Moszkvában már járt ez az anyag, és ott nyertél is egy díjat vele. Ez tavaly előtt volt, ha jól tudom. Azóta bővült ez az anyag? Ez egy bővebb kiállítás most? Igazándiból folyamatosan bővült. Először első két képpel próbálkoztam be a Faur Zsófi galériában kb. 3-4 évvel ezelőtt, és nekik tetszett az anyag, és megbeszéltük, hogy akkor kialakítom az egész koncepciót, és végigviszem, és aztán 13 kép született meg ebben a sorozatban eddig, de még van egy-kettő a tarsolyban, ami még befotózás alatt áll. Említettem, hogy a Metropolitan Egyetemnek a diákjai készítettek különböző történeteket hozzá, ez hogyan zajlott az együttműködés? Igazából már amikor elkészültek a csendéletek, akkor látszott, hogy van bennük egyfajta történet, és érdekes lehet az, hogy más mit hoz ki belőle, másnak mi jut róla eszébe. És szerettem volna 13 írót találni ehhez a történethez, és egy kedves ismerősöm tanít a egyetemen, és így jött az ötlet, hogy mi lenne, ha bevinni a diákjaihoz, és megpróbálna egy feladatként ebből valamit kihozni, és nagyon megtetszett nekik, és mindenki szívesen írt hozzá egy történetet. És mindenki a sajátját is hozzáképzelheti majd, hiszen a Faur Zsófi galériában már látható a kiállítás. Köszönjük. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen.